Ezrivel terem a fáma megy, Petőfi Sándor verse. Ezrivel terem a fáma megy, feleségem van nekem, csak egy. De mikor még ez az egy is sok, előbb-utóbb sírba vinni fog. Főként Petőfi Sándor verseivel készültek a szerdai megmérettetés résztvevői a Petőfi Szavaló versenynek kereken 30. alkalommal adott otthont Sárszentlőrinc. Petőfi Sándor a tintás üveg. Vándor színész korában megyeri. Van-e ki a nevet nem ismeri? Körmölgették más a színlapot. Kapott ezért egyszer vagy 5 forintnyi bért. Amint mondom, vagy 5 forintnyi bért. A település életében kiemelt helyen szerepel az 1992-ben indult rendezvény. Szűz Jánosné Horváth Ilona volt az, aki kitalálta ezt az egész szavaló versenyt itt Sárszentlőrincen, hát hol is máshol, mint ahol Petőfi ugye az algimnáziumba 2 évet töltött, 2 tanévet, és ezen apropóból, illetve a Petőfi házit léte, és mindenféle Petőfi emlékek apropóján született meg az ötlet 30 évvel ezelőtt, hogy Petőfi szavaló versenyt tartsanak. Akkor még házi verseny volt az általános iskolába, mostanra kibővült ez a dolog. Nagy Dorogról, Kajdacsról és Paksról is érkeztek tanulók Sárszentlőrincre, hogy elszavalhassák kedvenc Petőfi költeményüket. Ez egy versünnep nekünk, mindig várjuk ezt az alkalmat, szeretünk itt lenni, és mi úgy gondoljuk, hogy a szavalóink is nagyon szeretnek ide hozzánk jönni. Hát hogy mi vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e, hogy néha-néha rám? Mondjátok, ha este véd után beszélgetéstek meghitt és vidám. Mondjátok-e az est óráján. A diákokon kívül a felnőtteket is várták az idei szavaló versenyre. A megmérettetés a jubileumi 30. alkalomra jócskán kinőtte magát. Most 2 helyszínen rendezték meg a magas nevezőszám miatt. Az idei év ugye attól is fényes és jubileumi, hogy Petőfi születésének 200. évfordulóját ünnepeljük januárban. Elindult 2020-ban a kormány határozattal döntött róla, hogy 2022-23-as évet Petőfi jubileumi évé nyilvánítja, és ennek keretében rengeteg pályázati lehetőség indult el. Sárszentlőrinc összesen 3 pályázatot nyújtott be, közülük az egyik a szavaló verseny költségeit támogathatja. A szerdai megmérettetés résztvevőit egyébként terített asztalnál ebéd is várta, a művelődési házban egyúttal megtekinthettek egy Petőfi Sándor verseihez fűződő rajzpályázatot is.